Sziasztok, ez itt Bögesetón, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Európai Universalis 4 Let's Play sorozatot, ott, ahol legutóbb bajtuk Svédország ezúttal, akivel vagyunk, és borzasztó nagy adósságban vagyok, úgyhogy ezért a britekkel fogom igazából kifizettetni az adósságomat ennek a háborúnak a végén. Ugye az volt a terv, hogy itt elvegyünk a mindent is, itt létrehozunk majd egy ír kis nemzetet, amit majd elengedünk, és ő lesz, akinek így feedeljük a területeket. Meg ha többet vennék el, akkor az Aggressive Expansion viszont elkezdene pofán ütni. Úgyhogy ez nem jó ötlet, ezért van az, hogy inkább fizessük vissza belőle az adósságot, meg hasonlók. Még egyébként nem teljesen áll készen arra az Anglia sem, hogy megkösse a békét. Még kell egy kis idő hozzá, de úgyis az év végén tudjuk megkötni ezt a megállapodást, hiszen... Hol a flottám most? Szóval a... Itt van az egyik... te rossz helyen vagy, aha, bocs, gyere ide. Mert ugye az kell, hogy azonnal lekattogjon az Aggressive Expansion, amit szerzünk, vagy amit kapunk belőle. Viszont azt nézem, hogy most azért vannak itt hajók, amik kicsit meg vannak sérülve, hogy ők semmiképpen se álljanak csatába, hanem gondolom őket nemrég szereztük csata során, hanem ők jöjjenek ide, meg akkor vonjuk már össze a flottát, az a biztos. Itt talán mindenki összességében jó van, ezek ugye automatikusan vadásztak eddig, most gyakorlatilag manuálisra váltunk. A Helping Hands, úristen, ja, monumentet építeni szeretnénk? Nem, köszi, Bratzberg, nagyszerű fickók vagytok, meg fantasztikus volt az ötlet és az alapvető elképzelés, de jobb lenne, hogyha nem, köszi, most ezzel nem élnék. Köze megérkezik itt a flotta, és akkor kiugrasztjuk az ő flottájukat, innen is, meg innen is. Azt nézem, hogy benne van a háborúban, vagy ebben a háborúban nincsen más benne, csak az ő vazallusai. Hol ostromolnak engem? Ja, lol. Mert van egy másik háború, ahol Erdélyt segítjük megölni a Commonwealth-nek, ami nem egy kedves dolog tőlünk egyébként, de most még nem akartam így ellene menni srácoknak. Ennek mondjuk Erdély látja kárát, de nincs semmi jó kifogásom arra, hogy ezt miért teszem. Úgyhogy itt azért zajlik egy nagyobb összecsapás, amit nyilván megnyerünk, mert nyilván, de hogy azért itt voltak necces részei. Úgyis van itt a flotta, most megint összeállítottam a flottámat, és ők, hát nem is tudom, igazából mindegy, hogy hova vonulnak vissza ide. Tudunk még egy kicsit téríteni a különböző területeken, és akkor most már figyelnem kell viszont arra, hogy nem sokára meg lehet kötni a békét. Nem szabad lemaradnom róla, mert különben várhatok még egy évet erre. Minusz 2,25. A teket is majd venni kell, még nem jövő év elején, de utána. Viszont ez nagyon jó lesz, hogy itt megszerezzük. Gyakorlatilag a briteket teljesen ledúrjuk. Az is igaz, hogy a briteknek nem volt annyira lehetőségük ragyogni, ahogy a franciáknak sem, meg senkinek sem, mert hogy nézzétek meg ezt az új világot. Hát ez szánalmas. Mármint nem azt mondom, hogy Hurdur Paradox, fix this shit, nem, nekem tetszik néha ilyen az új világ, csak hogy ez, ja. Ebből nem fognak nagyon halálra keresni, nem fogják halálra keresni magukat, úgy, mint ahogy történelmileg ez megtörtént. De úgy látom egyébként, hogy nekem itt majd azért csak meg kell itt jelennem. Ez még az erdélyi háború? Mindenki meg az anyja is benne van, hát ez fantasztikus. Igen, ide kell majd hoznom a sereget, hogyha akarok valamit... vagy külön békét kötök, az is lehet. Akkor nem tudom, megszűnik a szövetség. Erre van, emlékszem, őszintén szólva. Na, azt mondja, hogy Man 1, Muszkovi 2, Nagy-Britannia nem számít, Normandia 3, Flandria, Holland és Friesföld pedig, ha minden jól megy, akkor le fog kattogni. Hát nagyon remélem, hogy így lesz. 676 pont, de abból ugye igazából amit fizetünk, az csak 474, annyi meg pont van. És így nem lesz olyan durva a túlterjeszkedés sem. Hát én ezeket gondoltam így elvenni. 100%-os volszkor 1300 forint. Let's go, let's do this. És akkor akit én elengedek, és ezzel fel is felmertek, upgrade-elhetem magam a
császári rangra, de várjál, még nem teszem meg, mert először elengedem a vazallust, ki tudja, hogy az mennyit változtat, vagy mit változtat. Jobb lenne ezzel nem mókolni. Ja, nem tudok elengedni senkit, mert háborúban vagyok. Oké, mi van, hogyha azt mondom, hogy, hogy szeretnék fehér békét kötni? Azt mondja, hogy ez nem lehetséges, megvan az öcsi, mert megvan a küldetés, hiszen küldetés is kapcsolódott ez az egészhez. Azt mondták a nemesek, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne. És amúgy maximálisan igazuk van. Magvasításokat itt elkezdem, hiszen ezek be fognak teljesen magvasodni. Még talán ez így, nem, ez nem. Ezek viszont majd mennek vazallusnak, csak ahhoz először békére van szükség. És akkor meg tudom kötni esetleg a külön békét. Miért nem tudok külön békét kötni? Azt mondja, hogy ez no diplomat szed, 15. Jó, 15 nap múlva tudok majd küldeni a diplomatákat, addig meg lerakom ide az igényeket. Hiszen közben azért 100-on van a Spy Network az angolokkal, úgyhogy pakolgatom rájuk az igényeket, mint ha nem lenne holnap, ahova csak tudok. Ezek inkább ilyen Wells meg hasonló részek. Hát még egy igény mehetne rá. Ezek annyira nem kellenek. Velszétlenül úgy gondoltam, hogy elengedtetjük. Ó, tökéletes, Chester. Chester, a molester. Ő lesz az a harmadik igény. Jó. Engem ott ostromolnak. Szerencsére a Commonwealth közel megérkezett. Szóval, hogyha külön békét kötök, akkor az csak annyira nem tetszik a Commonwealth-nek, de attól még szövetségesek maradunk, ha jól emlékszem. De ez nem biztos, hogy igaz. Mindjárt megnézzük. Ki tudja, meddig húzódik meg még el ez a háború ugyanis. Én kimehetnék belőle külön békével. Deal will establish a truce. White peace, nobody gain or lose anything. Mondjuk, hogyha megszűnik a szövetség, akkor nem írja a Commonwealth, hogy nagyon nagy baj lenne. De 10-re csökken a trustja, de hát kit érdekel, még ha meg is szünteti a szövetséget, kit érdekel, én szívesen, ugye most már azt sem oda kéne lépni a Commonwealth-nek a nyakára, akárhogy is nem tetszik ez nekik, és akkor azt mondom, hogy oké, ez egy fehér béke, és én ki is léptem a háborúból, köszönöm szépen, 0 darab egységen veszett oda szerencsére ebben a konfliktusban. Jó, és akkor elvileg maradt itt a jó szomszédi iszony a Commonwealth-el, ami fantasztikus hír, és most már el tudom engedni, itt a legújabb pajtásomat, aki hát így is ugye túlszik a Diplo Relation, de nem baj lesz, ez még több is. Most azon nem múlik sok, vagyis de, mindegy. Zalik a nektálás, szóval nem baj az, legyen csak így. Viszont kell nekem az, hogy valaki rátolhasson ezeket a terheket. Kérdés, hogy még legyen Tyrone kell, Sligo, Meath vagy Tomond. Az a kérdés, van-e bármelyiknek itt igénye bármire, mert szerintem nincs. Ezeknek a területeknek, Kildare, tehát minden területnek csak az ott lévőnek van igénye rá. Clarincade. Tomonnak van, Sligónak, tehát Tomond és Sligo akár jöhet is ide. Azt hiszem az a kettő szóba jöhet, mint hogyha ott lett volna Tomond és Sligo. Itt van Sligo, itt van Tomond. Legyen Sligo. Legyen. Bár Tomond lehet, hogy jobb lenne. Pél, ő innen indulna. Melyik a legnagyobb developmentű terület? 8-8, jó, ez nem segít. 7-10, a 10 amúgy a legnagyobb Ulster. Viszont az Ulstert kéne ahhoz elengedni. Igazából kb. Mindegy. Tehát most nagyon túl gondolom, de nagyon igazából jelentősége nincs. Legyen akkor Sligo. Akkor is nagyon menő a színe, meg minden. Protestáns és ír lesz, hát ez fantasztikus lesz. Ahol a színe nem túl szép. Az ászló színe szép volt, azért. És akkor adom neki a területeket már is. Grand Province. Tyrone. Grand Province. Donegal. Aztán van nekünk egy PL, és végül pedig egy Ulster, egy Ulster, Alsta. Le is ment egy kicsit ettől az a Liberty Zárja, amik amúgy olyan indokolatlanul magasan vannak kicsit, de se baj. Szóval, és amint visszajön a tanácsadó,
mehet rá az improvement, illetve az angoloktól hazahozom a tanácsadót, mert most már nagyon nem lesz rá szükség. Még annyi, hogy ők tudja mindenki, hogy ezek a területek nekem nagyon fontosak. Nekem nagyon fontosak, nem az, hogy nem fontosak, nagyon fontosak. Úgyhogy legyenek olyan szívesek, és pakoljanak rá klémeket. Vagyis hát Ulstertől tudom ezt csak így elvárni igazából, reálisan. Rakjanak klémeket rá, és akkor minden nagyon jó lesz. Itt van még Mann. Mann szerintem az a baj, hogy a végére kéne hagyni, de közben nem is. Mert hogy nincsen szövetségese, nincsen barátja, senki nem szereti őt igazából. Úgyhogy tök jó lenne, hogyha azt onnan ki tudnánk ügyeskedni valahogy, hogy az is hozzánk tartozzon, de végül is nem nagyon-nagyon fontos. Azt mondta, hogy vissza akarom fizetni az adósságokat, és ez így is van, de nem fogom tudni mindet visszafizetni. Visszafizetem ezt a kettőt, de hogy így is minusz 12-n vagyok a magvasítások miatt. Úgyhogy, és az admin az nagyon nem lesz meg nekem. Te jó ég. Az pénzügyileg egy teher lesz. Fókusz rakjunk rá. Hát ezen is kell a fókusz legyen. Ha levenném erről a fókuszt, akkor lennénk 7-6-7-en. Ha jól számolok. Hű, na most ez igen kellemetlen viszont így. Még így is túl sok magvasítást vállaltam magamra. És az ugye pénzügyileg meg fogjuk érezni. Meg a pénzem az így nem fantasztikus. Nem tudom ez pontosan miért van. Itt van egy diplótanácsadó, de hát ő kell több okból is. Milyen kapcsolataim vannak? Leading Vessel, Junior Partner, Leading Vessel, Alliance, megmaradt a szövetségünk egyébként. Szóval nem tudom ezen hogy lehetne javítani. Max. Nem tudom hogy lehetne javítani ténylegesen ezen a számon. Franciaország arra üzen Normandiának, hogy visszafoglalja azokat a területeket. Vagyis hát Normandiát. És valószínűleg ez sikerülni is fog, mert szinte biztos, hogy Champagne és Flandria segít rajta, de hát a franciák még így is azért elég erősek. Még mindig van 50 ezer emberük, innentől amúgy nem legyőzhetetlenek, de van 50 ezer emberük. Ezek pénzben nem segítenek. Most, hogy lejártam ugye az agenda keresztül, és hívhatjuk az embereket. Csak amúgy minek kb. Vegyünk vissza földet, bár lehet, hogy ugyanazzal a lendülettel ki is osztok földet. Innen lehet pénzt szerezni. Base tax az nem, legyen nagy hadsereg az nem, és építkezés. Hát építkezéssel megyünk, mert nincsen jobb ötletem, de egyelőre ez elég gyenge. A belső hebridákat tudom téríteni, de az magvasítva is van, hiszen azt még korábban foglaltuk el. Jó, akkor oda menjen a térítés. És meg lehet a királyság rang. Az 25 presztízset ad, ami azt jelenti, hogy az felviszi 100-ra a presztízsemet. Jó, az mehet akkor. Ó, eltűnt. Treaty of Tordesillas. Oké. És ennek mi köze ahhoz, hogy ja, nincs elég presztízsem. Ó, kaki. Ezt be kellett volna nyomni, ezt a presztízes dolgot, mert ez csak valamiért ezt a dolgot csak 75 presztízs felett lehet benyomni ezt. Tehát egy kb. Semmi értelme ennek, de oké. Értem, hogy mire gondolt a költő, csak nagy butaság. Buta kaki fej volt, aki ezt kitalálta, és ez úgy, hogy az pont 100-ra viszi fel így a presztízset, tehát hogyha meg több van, mint 75, akkor meg így veszítesz el a presztízset. Nem egy jó dolog ez amúgy. Megveszük ezt is, és akkor talán visszább megy a nagyon minuszosság, egy kicsit minuszosságba, de azért megérezzük azt, hogy az admintekkel le vagyunk maradva például. Vortexizet nincs értelme szerintem most feldobni, viszont offenzív videát vehetek, és akkor mindenki boldog. Itt most nincsen új tech még, nem még nincs. Forint Wisdom, 50 military power. Jó, cool. Olyat adjan, ami ad prestizset, mert most viszont arra nagyon nagy szükségem van. Nem tudom, akar valaki tudom térképet venni, vagy ilyesmi? Most nem is... Mert az adna nekem prestizset, de szerintem azt nem is tudom én felajánlani. Fel tudom, például mit tudom, itt van Leash. Azt mondom neki, hogy Leash, komám, figyeljél.
Itt van egy térkép. Sell ship, send gift, sell province. Nem, szerintem ilyen nincsen. Request to share maps, az van, de csak... De azt én nem tudom, nem tudok oda menni, hanem azt ők mondják, hogy figyelj, meg kéne a térkép. Én nem tudok oda menni, hogy figyelj, van egy térképem. Jó, ez Franco, ezt elrontottam sajnos, hogy elfelejtettem ezt az ostoba szabályt, hogy 75 preszt is kell ahhoz, hogy beadhassam a birodalmi szintet, pedig az azért segített volna nekem. Olyan tekintetben, hogy akkor higher rank awareness, stronger bonus, is an reduced number of years, must wait to change a national focus. Nem azt mondom, hogy világ legfontosabb dolga lett volna, de azért jó lett volna. Most fizetünk a korrupció ledúrására pénzt. Igaz? De mennyit? 3-at? Jó, az azt jelenti, hogy viszont akkor stabilan mínuszos leszek én. De nagyon durva mínuszos leszek, még ha el is készül a magvasítás. Nem tudom pontosan, mi ment így félre. Production, trade. Vazallusok is adnak pénzt. Tanácsadók annyira sok pénzt nem visznek. State maintenance. Fort Maintenance 14, de hogyha az összes erődöt kikapcsolom, még ha az összes erődöt törlöm is, akkor sincsen megoldva ez a probléma. Kikapcsolással meg aztán végképp nem. Persze kikapcsolom, hogy kevesbé fogjon a pénzem. És át lehet gondolni mondjuk, hogy erre az erődre van-e szükség. Spoiler, nincs. Ezekre mondjuk van, de igazából azokra sincs. Ezekre végképp nincs, majd ide fel kell menni. Úgyis már lesznek lázadások. Tehát erre sincs, meg igazából erre sincs, lássuk be, tehát nem fognak itt idejönni, hogy hellókám, akkor vinnénk a földet. Mert hogyha jönnek az angolok, visszaverjük őket egy pillanat alatt. Van ez a hatalmas flotta, ami valószínűleg nagyon sok pénzt teszik. Max annyit tudunk csinálni, hogy ketté bontjuk. Elsüllyedt egy hajóm. Veszitek 25 prestizset? Hát de hogy süllyedtem, amikor a kikötőben... Oké, várj, igazuk van egyébként. Mert ez konkrétan megtörtént a valóságban is. A kikötőből... induló, vagy kikötőben álló hadihajó az első útja előtt elsüllyedt. Ez konkrétan megtörtént a svéd történelemben, és szerintem erről mintázták ezt az eseményt is. Ez a 15-es lázadó az elég kemény. Egyébként. Mondjuk, hogy mit akarnak elérni, az egy kiváló kérdés. Mert egy annyi emberem nincs itt, és nem is lesz most egyből. Semmiből. Tovább kell csökkentenem a kiadásokat. Ja igen, úgy akartam csökkenteni a kiadást, hogy ketté osztom ezt a flottát, és mind a kettő elmegy protektelni a trade-et. Az egyik elmegy protektelni a trade-et. Total change view-ben estimated minus 7.48 loss. De hát akkor azt jelenti, hogy jön be 3 arany onnan. És azt oda küldöm. Mert hogy azért lesz loss, mert a fenntartás viszont 10 arany ennek a flottának, de akkor ha jól értem, akkor 867-ről most felmegyünk 5-re, mínusz 5-re? Kb. Abszolút semmit nem csinált. Remek, ez pont úgy működik, ahogy szerettem volna. Ugye a prestige vesztés, goddammit, egy óriási háború kell ahhoz, hogy hogy megint felmenjek a prestige szintre. Tehát ilyen brit szintű háború, mert különben nem kapok elég presztízset a dolgokból. Véletlenül volt ott egy pici-pici esély arra, hogy jól alakulnak a dolgok, de hogy meglegyünk a birodalmi szint, meglegyen, de elmulasztottam is. Emiatt mindig nagyon szomorú leszek én. Erre a 20.000-es seregre egyébként itt nincs szükség feltétlenül, szóval ők akár haza is jöhetnek. Mondjuk én kettes turnusokban. De a reválit hozza mi. Nem is ezt a flottát használja. De ezt használja, hál' Istennek. Jó. Akkor őt hazavisszük. Mi kell még? Mit nem vettél még el tőlem? Tolerance of True Faith plusz 1. Adom. Végre. Na, mínusz 5. Várjál, lehet, hogy működött mégiscsak. Az a dolog. De szerintem muszáj leszek eladni itt a címeket, mert még mindig mínusz 5, mínusz 6 körül vagyok, és ezen nem fog segíteni a magvasítás elkészülte sem. Skót szeparatisták már nagyon közel vannak a fellázadáshoz.
meg a gaelic szeparatisták. Valahogy ide Perth-be kell beállni, mert itt lesznek a problémák. Meg is van Ayrshire, ugye Ayrshire. Az 5-23, a pápától kéne pénzt kérni? Most annyira rosszul állunk pénzben, hogy igazából én ki se küldöm a missionary ürgét. De a pápa tudna, igen, Levy Church Taxes plusz 15% adó. Na, ez talán segít, és akkor ígérem, hogy ezzel is segítem az egyházat, hogyha ez így jelentős különbséget tesz. Most ugye van némi visszatöltődés, de így is mínusz 358, tehát ez még nem fog felmenni pozitívba, akárhogy is nézem. Ő ott meg tudja verni? Ó, én most senkit nem kompenzálok, traderek, hát miből? Hagyjál már. És úszok az adóság, jó, nem, az adóságban már pont nem úszok, de hogy... Épp hogy fel tudtam most menni pozitívba. Na most rátámadok itt, és remélem, hogy Novgorod követ, mert együtt tudjuk szerintem csak megverni. Hogy pozitívan vagyok. Juhé és éljen. Örömteli fejlemény ez. Annyit tudnék még, hogy hát admint kell gyűjteni, mint ha nem lenne holnap. Megújítottuk a hitelt. Jó, tehát admint kell növelni, esetleg, ha tényleg felmerik mondjuk plusz egyre, ez a mínusz egy ürge, Karl Johan Bagge, ez lehet, hogy működne. Ó, ezt most próbáljuk meg beadni. Vagy a Missionary Strength-es ürgét? Melyik most nagyobb probléma? Hát igazából egy darab lázadó frakció van, Argyll Perth, meg hasonlók, az északabbi részen. Tehát akkor már inkább a Missionary Strength, csak hogy közben meg azt nem tudom kiküldeni, mert arra nincs pénzem, hogy az őt is fizessem, meg a Missionary ürgét is fizessem. De nézzük, hogy mennyire megy fel most a pénz, hogy a magvasítások elkészültek. 2 arany, akkor Shaelandra ki tudok küldeni egy emberkét. Oké. Az biztos, hogyha megint leer a béka, akkor valószínűleg a brittekhez fogok megint bekopogtatni, mert hogy most ott látok ilyen lehetőséget terjeszkedésre. Gaelic Separatist, jó, az nem érdekes. Az annektálás 92. februárjában fog most elvileg véget érni. Az picit lelassult, amikor zajlott a magvasítás, de most már elvileg egyenesbe állt, és megint mínusz 3-asban vagyok. Miért vagyok mínusz 3 aranyban? Hát az előbb minden olyan jól nézett ki. Esetleg kirúghatjuk őt, Gerhard von Stolpot. Ez persze nem fog megmenteni tőle, de kirúgjuk. Ha lenne egy olyan tanácsadó, aki olcsósítaná a hadsereget, az tök jó lenne. Vagy alternatívaként törlök még 2 erődöt. Mondjuk erre nincs szükség most már, ez ugye egy déli fenyegetéstől védte itt a Viborg. Viborg az azt védte. Meg nőtte Borgot. Mínusz 1.51. Jó. Gyere vissza, vagyis ezt a két sereget ezt rakjuk össze. Most a flotta azt csinál valamit? Ja, lehet azért, mert leálltam a Protect-el. Ki mi van, hogyha mind a kettőt oda küldjük egyébként Protect-elni? Valószínűleg nem lesz sokkal jobb. 22... 4.68 profit elvileg? Igen, az lehetett, hogy ott leállt a Protect-elés. Az 1.33. Most te Protect-elsz? Nekem nagyon úgy tűnik, mintha egy helyben átcsorognál, de lehet, hogy így közben védel a cuccokat, csak nekem így nem szóltak. Mert azzal akkor az a plusz 4-jel fel kéne menni pozitívba, ami nem történt még meg. És tényleg itt csak így áldogál. Jó, lehet, hogy ezt így szándékosan csinálja meg, lehet, hogy ez így van értelmezve. Argyll, Perth és Inverness-ben vannak itt a lázadók. Ez van, ez itt Perth, Argyll, Inverness. Ezek közül Highlands-en nem szeretnék csatázni, vagyis nem szeretnék támadni, úgyhogy menjen át oda. Folyóátkelést még nézhetünk. A többi az már igazából jó. Max annyi, hogy esetleg Perth-be menjen egy másik. És itt lekattogtatjuk, hiszen így most már
Nulla lesz. Ergelben marad 1.5, de Perthben szerintem szintén le kell menni nullának. Ha nem, akkor az Invernessen fog felkattogni valamekkorára. Nem. Oké, okay, Ergelben csökken. Vagy Ergelben marad már csak esély a lázadásra. És akkor az úgy jó lesz. 0.2 így a bevételem, hogy hazaért az űrge. Hát igen. Szerintem most nem is tudok kiküldeni új missionary-t egészen addig, amíg nincs meg az a tech szint. Ó, Dunaworth. De szép. De szép vagy te, Dunaworth. Hol van? Tudod mit? Mindegy is. Valahol Dunavonalán egyébként valószínűleg. Valahol itt van a srác. Nagyon szép volt a zászlója. Szóval mennyi kell még ahhoz, hogy ez meg legyen? 87 február, tehát elvileg jövőre meg tudom venni, és az meg növelni fogja bevételeimet. Kellő mértékig. Csak közben érted, oda kell menni és le kell venni a riazani lázadókat, mert ezek a pretended rebelök állandóan lázadnak. Én nem is értem. De így van. Hogy Novgorodban lázadnak, aztán Riazanban. Riazanban lázadnak, aztán Novgorodban. Nem tudom. Ezt én tényleg nem értem, hogy miért történik ilyen. És az úgy látszik, hogy a vazalusokat érinti, tehát felteszem az AI bénázik el valamit. Fene se tudja, hogy mit. Egyszerűen nem tudja kezelni a vazalusokat. Vagy a belpolitikát. Mindegy. Nem tudok csökkenteni mondjuk autonómiát, mert az még hozna egy kicsit a konyhára. nem tudok. Ergályban van egyedül autonómia, és ott meg nem lehet csökkenteni, szóval... Ja, ne szeparatizmus van. Majd, hogyha itt beannektáljuk ezeket... Valószínűleg amúgy egyébként segített volna, hogyha fel tudok menni birodalmi méretre, mert azt hiszem akkor növekszik az admin, a governing capacity. Most a governing capacity az például egy elég kemény bottleneck. Szóval elkezdem azt is növelni ezeknek a government reformoknak a kárára, hiszen azok például drágítják a tanácsadókat. Most ez már pozitívban vagyunk. Van még egy minimális visszatöltés, de látjátok, hogy ténylegesen növekedett az érték. Hol van most? Még mindig nem értem el. 700-660-hoz, tehát... igen. Nem egyszerű ez. 0.64... Van ott egy Land Maintenance Guy, 14.7 bekerülne felvenni. Majd talán mindjárt fel tudom venni. 0.97 bekerül. És ugye 10%-kal csökkenti a fenntartást, a hadsereg fenntartását. Jelenleg a hadsereg fenntartására kifizetünk 40-et, tehát 4 aranyat spórolnánk rajta. Ami nem mindegy. Igen, jöhetsz te. És akkor most már megkapjuk ezt a Ahead of Time bónuszt. Véget ért a béke itt nagyon sok mindenkivel. És 3.64 a bevételem. Még megveszem a missionary, vagy a maintenance guide, és utána marad arra is pénz, hogy kiküldjem a missionary-t. Tehát jöhet a land maintenance, remélem jól számolok, 682, igen, jól számoltam, és akkor mehet ki, nem is te, hanem, de nem is a hatos, jó ég, 6 arany per hónap, normális vagy? Ez rengeteg hónap. Vagy rengeteg arany, nekem nincs annyi aranyom. Na hát most már legalább a csődet elkerültük. De hogy itt... igen, valóban az kéne pénzt szerezni. Általában egy ilyen mondva csinált háborúkkal lehet pénzt szerezni, hogyha van valami olyan célpont, aki nagyon gyenge, és akkor nem tudom, lehet pofozgatni egy kis aranyért. Nyisd Novgorod, neki szövetséges egy Nogai és Perm is. Perm, igen, tehát a Nogai az mind a kettőt tributőriként tartja, nem mint nagyon félik Nogájtól, de egy elhúzódó háborúra most semmi szükség, szóval egy nagyon gyors occupation lenne szükség, mondjuk Man ellen. Nincs erre claimem, de akár rakhatok is rá. És akkor Mannak nem tudom, van 25 aranya, vagy 50 aranya, de hogy az én szempontomból még az is rengeteg. És nem lenne egy nagy befektetés őt így elfoglalni.
pénzbefektetés, meg emberéletbefektetés, mert hogy értitek. Ó, tudom, szövetség. Szövetségesektől tudunk pénzt kérni. Ezt elfelejtettem. Hazajöhetsz, és akkor kérünk pénzt a Commonwealth-től. Ő az egyetlen szövetségesem most, hogy van még valaki? Nincs. Pedig kéne. Van haszna azoknak a szövetségeseknek, basszus. Az a helyzet. Dukát, 247 dukát, jó ég. Hát add ide mindent nekem. Erre kéri vissza. No. Cserebre fogadom, többet vissza nem adom. Ez nem így működik. Na jó, sikerült itt közben megoldani, hogy ott lázadjanak fel, ahol szerettem volna. Viszont ezzel véget is ér a mai rész, azzal, hogy lezárjuk ezt a lázadást. És hát nyilvánvalóan következő alkalommal folytatjuk ezt az lebilincselő let's play-t, amiben megint ebben a játékban is majdnem csődbe mentem. Köszi a figyelmet, találkozunk akkor. Sziasztok!